A bújtoson már üresen állnak a kukák. Itt már a korai órákban begyűjtötték a biohulladékot a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Munkatársai. A téli hónapokban csak havonta egyszer ürítették ezeket a gyűjtőedényeket. Mostantól azonban a zöld hulladékszállításba bevont, családi házas övezetekben a növényi eredeti bomlószerves hulladékot újból minden héten, a már megszokott napokon szállítják el. A lakossági igényeket és a kényelmeket kiszolgálva a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Az Észak-Alföldivel együtt úgy döntött, hogy a szolgáltatás egy színvonal minőségét nem fogja csökkenteni, és továbbra is megtartja a heti gyűjtést. Ez március 27-től indul az idei évben. Mivel idén a tavasz hamarabb beköszöntött, így a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Munkatársai márciusra már egy biohulladékgyűjtésbe ütemeztek és el is végeztek. A növényi eredetű hulladékgyűjtés a családi házas övezetekben történik, ahol a zöld felület fenntartásból származó zöld hulladék kerülhet a biokukákba. Arra ügyelni kell, hogy csak akkora mennyiség helyezhető ki elszállításra, ami a gyűjtőedénybe befér. Ettől eltérően, mint például a tavaszi meccésekkor, a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Által előre kiírt időpontban tehető ki nagyobb mennyiségű zöld hulladék a biokukák mellé, azonban ekkor is csak zsákban vagy kötegelt rakodásra alkalmas formában. Ezen kívül Nyíregyházán az év minden napján történik biohulladék átvétel. Azok, akik nagyobb mennyiségű növényi eredetű hulladékot termelnek, azt nyitvatartási időben bármikor elvihetik a Korányi Frigyes utcán vagy a Kerék utcán található hulladékudvarba. A begyűjtött biohulladék az orosi hulladékkezelő üzembe kerül, ahol megfelelő komposztálási folyamaton megy keresztül, és értékes talajjavító anyag készül belőle, ami a városi zöld felületek felújításánál, építésénél újra visszakerül a természetbe.